Gyermekortopédiai központ lett a budaörsi szakrendelő. 12 településről fogadják a pácienseket. Véget ért a Budaörs Fesztivál. A 20. alkalommal megtartott programsorozat 5 napja alatt 480 fellépő nyújtott kellemes kikapcsolódást. És német társalgóklub, hímzőklub meg gyógyítótorna ingyenes programokkal várja látogatóit a lakótelepi közösségi ház. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Gyermekortopédiai központ lett a budaörsi szakrendelő. Jó estét kívánok! 12 településről fogadják a gyerekpácienseket. Erre a keddi napot jelölték ki a rendelőben, vagyis ezeken a napokon csak a gyermekek kötelező ortopédiai vizsgálatát végzik, természetesen más rendelések mellett. A kicsik életének első 2 évében összesen 5 szűrővizsgálatot kell elvégezni, hogy a csípőficam, a dongaláb vagy a gerinc fejlődési hibákat kiszűrjék. És hogy emiatt még nagyobb lesz-e a várakozási idő, vagyis nőnek-e a várólisták? Nézzék! Köszönöm, fejecske, lábacska, és elég csak a lóról. Dr. Csákányi László évtizedek óta foglalkozik ortopéd szakorvosként gyerekekkel Budaörsön. Eddig többnyire a budaörsi csecsemők és kisgyerekek kötelező szűrését kellett alapvetően ellátnia. Emellett elsősorban a településen élő betegek ortopédiai problémáinak az orvoslása tartozott a feladatai közé. Az ANTS legutóbbi döntése alapján ezen túl már Telkitől Zsámbékonát Herceghalomig összesen 12 település valamennyi gyerekének itt végzik majd el a rendszeres és kötelező ortopédiai vizsgálatát, miután Budaörsöt jelölték ki az érintett körzet ortopédiai központjává. Az történt, hogy az ANTS kijelölte a Budaörsi Egészségközpontot gyerek ortopédiai centrummá. Ez azt jelenti, hogy jó néhány települést ide csatoltak a gyerekortopédiai szempontból, tehát a gyermekházi orvosok ide küldik a gyerekeket. Ez azt jelentette, hogy a rendelési időnk megemelkedett, gyakorlatilag a keddi nap az teljes mértékben gyerekortopédiai rendelésé vált. Szia Manu, minden rendben van. Fantasztikus Pali vagy. A gyerekeknek életük első 2 évében összesen 5 kötelező szűrővizsgálaton kell átesniük, mivel ebben a korban még gyorsan felismerhető és kezelhető számos olyan elváltozás, amelyet korai időszakban még szinte 100%-osan javítani lehet. A vizsgálatok azok csecsemőkorban kezdődnek, az első vizsgálat 6-7-es korban történik, aztán 3 hónap, 6 hónap, 1 év és 2 éves korban. Utána évente érdemes kontrollt csinálni. A 6-7-es korban az borzasztóan fontos az a vizsgálat, ugyanis vannak vele született fejlődési rendellenességek az ortopédia területén, ilyenek a dongaláb, a csípőficam, a vele született ferdenyak és különböző gerincdeformitások. Azért mérhetetlenül fontos a korai diagnózis, ugyanis ezek a betegségek az esetek 95-98%-ában korai felismeréssel és kezeléssel gyakorlatilag nyom nélkül meggyógyíthatók, tehát később semmilyen következménye nem lesz. Ha nem történik meg a vizsgálat, illetve nem kerül a betegség felismerésre, akkor hosszú távon azt lehet mondani, hogy nagyon komoly problémákat okoz. Miután 2017 áprilisától már Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Töki és Zsámbék gyerekeit is Budaörsre utalják a gyermekorvosok, a budaörsi gyerekeken felül, ebből kifolyólag jelentősen megnő az ellátandó paciensek száma. Igaz, az ellátásra fordított idő 6 órával nőtt, szakorvos viszont csak egy van. Ennek köszönhetően a keddi napokon délután már szinte csak gyerekeket fogadnak a szakrendelésen. A betegszám az emelkedik. Most, amióta ez a folyamat elindult, azóta például Nagykovácsiból már nagyon sok gyereket láttunk el, vagy vizsgáltunk meg. Lényegében mondjuk az óraszám emelés azért segített abban, hogy ezt valahogy kulturált körülmények között tudjuk bonyolítani. Kétségtelen, hogy várólista van, tehát én nem nagyon tudok olyan intézményt ma Magyarországon, ahol ne lenne. Nyilván, hogyha több óraszám lenne, akkor ezek a várólisták tovább csökkennének, vagy akár meg is szűnhetnének. Minden esetre, mivel
a keddi nap csak a gyerekeké, nyilvánvalóan, hogy vannak olyan vizsgálatok, amiknek prioritása van, tehát például a 6-7-es szűrésbe ott nem nagyon lehet csúszás, mert ugye az első vizsgálat. Aztán nyilvánvaló, hogyha kontrolláljuk, vagy kis idősebb gyereket nézünk, nyilvánvaló, hogy a sürgősségtől függ, tehát vannak olyan akut történések, amik a várólistát feleslegessé teszik, mert muszáj megnézni és gyorsan lépni. Nyilván vannak olyanok, amik kevésbé sürgősek, hát ott a várólista természetesen kialakul. Remélhetően, ha az új rendszert mindenki megismeri és alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez, akkor az ellátás gyorsabbá és hatékonyabbá válik, ami segítheti az említett várakozási idő csökkenését. Véget ért a Budaörs Fesztivál. A 20. alkalommal megtartott programsorozat 5 napja alatt 480 fellépő nyújtott kellemes kikapcsolódást a város 8 különböző kulturális helyszínén. Igaz, ha valaki megszámolja a programfüzetben vagy a plakáton, akkor csak 7 helyszínt látott, de a színház és a művelődési ház 2-nek számít, még akkor is, ha egy helyen van, így jött ki a 8. A legnagyobb megmozdulás idén is a fesztivál egésznapos szabadtéri bulija volt a főutca lezárt szakaszán. A nagy színpadon neves hazai előadók léptek fel, a vursli hangulatról pedig a kézműves bemutatók, az ínyentségek, a népi játékok és a komédiások gondoskodtak. Fogottak-e utána? Fogottak-e utána? Sejtaj nem is előre! Szombaton ragyogó napsütés fogadta a 20. Budaörs Fesztivál egésznapos szabadtéri programjára érkező látogatókat. A színpad előtti teret is hamar a birtokukba vették a legapróbbak. A talpalávalót elsőként a gimes szolgáltatta. Ez egy régebbi történet, mert hát még a Gimes Együttes előtt csináltam én ezt. Hát valamikor Nyitrára jártam az egyetemre, és a környékbeli magyar szórvány falvakban jártunk énekelni hasonló dalokat, mert nagyon fontos volt, hogy azok a magyar iskolák azok éljenek és megmaradjanak. És hát ez tulajdonképpen ez a peremvidék, aztán már csak szlovák faluk vannak, és hát mai napig is nagyon nehezen élnek meg. Aztán jött az ötlet, amikor a zenekar megalakult, hogy ezt a gyerekkoncertet ezt tovább kéne vinni, és mi ezt azóta játsszuk, tehát kvázi már egy 35 éve biztosan, és hát nagyon jók ezek a hangulatok egyébként, mert hát főleg akkor, még akkor jobb, hogyha szülők sincsenek, és a gyerekek egyedül vannak, és jobban elengedik magukat, és hát egy nagyon jó hangulatú, egy ilyen fergeteges, laza, és közben pedig a népzenével ismertetjük meg őket, tehát az örökségünkkel, a hagyományainkkal, olyan dalokat, amik nagyon régi, szép, gyökerű magyar népdalok, mint a Kiskacsafürdik Fekete-tóban, vagy pedig bármelyik olyan dal, ami archaikus, és hát ezeket a dalokat úgy tanulják meg itt a koncerten, hogy szinte akaratlanul, szinte mindenféle erőszak és mindenféle direktíva nélkül. Míg a Gimes az archaikus hagyományokból adott ízelítőt, addig Farkasházi Réka és a Tintanyó zenekar inkább a különböző zenei stílusokban kívánt betekintést adni a dalaikon keresztül. Ennek köszönhetően fergeteges hangulat alakult ki, amelyben még az önjelölt ifjú előadók is felkérezkedtek a színpadra. Elég
elég sok nem várt helyzet adódott a koncerten, hogy besétálnak gyerekek, ki kell menni a gyerekek közé. Mennyire megszokott ez, és hát mennyire lehet lereagálni egy ilyen előadás során? Hát ez ennek a műfajnak a sajátossága, és én nagyon nem szeretném, hogyha ez másként működne. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek jól érzik magukat a koncertünkön, és akkor... Hát, ahogy az anyukáknak mondták a verseket, ez számomra is meglepő volt, hogy ilyen sokan, ilyen bátrak, mert nagyon megható is volt. Szóval, hogy én örülök, hogy ez így van, hogy van kedvük, akkor feljönnek, csak sajnos itt nem tudtak följönni a színpadra, meg én is nehezebben tudtam a kapcsolatot tartani most velük, de hogy meg azt is látom, ugye a szülők is egyre inkább, hogy megyünk előre a koncertben, oldódnak fel, és akkor ők is már szívesen állnak be akár körtáncot járni, úgyhogy ez nagyon klassz. Két részre osztható az itt megjelent kurta lábú nézők serege, a szerencsésekre és a még szerencsésebbekre, akik átmasíroztak a gólyalába szerencsekapunk, megalapozva ezzel 21 évre szerencséjüknek. Köszönjük azt, hogy nem akarunk nemes tapsokat! A Langalita Garabonciás már a vásári forgatagba invitálta a látogatókat. A jókedvű előadóktól a humor sem állt távol. Nem csoda, hogy a felkért látogató anyukák szívesen vállalták a Sudár termetű urakkal a táncot. Hölgyeim és uraim! Gólyalábas tánc következik. A ragyogó időben a Színházak utcája, Wurstli és az Árus standok is megteltek látogatókkal. Míg a felnőttek a portékák között válogattak, az alatt a gyerekek körhintáztak, népi játékokat próbáltak, vagy éppen a célba lövést gyakorolták Paprika Jancsi csúszdizdájában. Kérem, lépjenek be a biztonsági övezetbe. A többieket egyedül a kötél mentheti meg a visszapattanó dióktól. Jön a már! Na így kell mellélni, kérem. Mi nagyon régóta ismerjük egymást, és hát ebből kifolyólag ugye azonos dolgokról gondolkodunk, és hát ennek a csapadékaként közel hasonló, hát ha nem is stílusban, de hasonló dolgok foglalkoztatnak minket, és ez ugye a képeken mindenképpen látszik. Mindig próbálok valami kis ízletes újdonságot, izgalmat, ami számomra is izgalmas, és azt gondolom, hogy akkor ez kifelé is valami újdonságnak hat. Hogy érzed egyébként, mennyire lehet eljutni képzőművészként a budaörsiekhez? Hát ennél jobb helyet én nem nagyon tudok, mert itt mindenki találkozhat a művészettel, akár akar, akár nem, egy töltött káposzta és egy saramli között. Aki megelégelte a vásári forgatagot, azt a délelőtti program végén a Budaörs Néptánc Együttes várta. Ők, amióta létezik a fesztivál, mindig jelen voltak az előadók között. Kezdetek óta itt van a Szél Kulturális Egyesület Budaörs Néptánc Együttes a Budaörs Fesztiválon, és nagyon nagy szeretettel jöttünk az idén is, és a magyar nyelvterület táncaiból válogattunk. Mondom is pontosan, székelyföldi, kalotaszegi, mezőségi és magyarbődi felvidéki anyaggal készültünk. Lesz benne botoló, lesz legényes, lesz karikázó, tehát tényleg minden tánctípust összefoglaltunk. A délután a korábbi évek hagyományainak megfelelően már a nagyobbaknak szólt. A sort a Gipó cirkusz nyitotta különleges zenéjével.
Miután a Budaörs Fesztivál egyik nem titkolt célja az, hogy fiatal tehetségeknek is teret adjon, a koncertek sora egy ilyen formációval folytatódott, a Platon Karaktejev előadásával. The rain is stuttering on the closed windows. My feelings are whirling like the leaves that the cold wind blows. And I ask the waves to wash the pain out of my heart. But we both know, my darling, that we shouldn't be apart. Those orange nights in Paris, when I could rest and I let all my feelings float away, both the worst and best and nights in patch, with weight on my chest, solitude, you're with me in the air, we salute as old friends. Bár ugye a saját bevallásotok szerint indie zenét játszotok, nekem inkább egy kicsit Simon és Garfunkel világa jelent meg. A név alapján meg inkább valami Tolstoy vagy Jesenyin versek hangulatát éreztem is benne. Ez, mondom, ez a kontraszt, vagy az érdekesség? A nevünk az pontosan eltállt, a Lev Tolstoy egyik karakteréről kaptuk, a Háború és békében az egyik szereplő. Ez a Simon és Garfunkel hasonlat találó, mert hatással volt ránk mind az amerikai, mind a brit folk kultúra, szóval talán innen van ez a kontraszt. Look at your wounded heart, only time will heal. You're afraid from a fresh start when you'll be loved. And you love again, but you're sick of my heart. Tell the red out of your heart and my embrace is warm. Maybe there's a better part of loving our love is enough to feel in the walls. When you feel cold, I'm lucky to hit my soul. A sort szintén egy fiatal tehetség folytatta, a Midlemist Red személyében. Ők már a negyedik lemezük kiadásán vannak túl, több sikeres külföldi fellépéssel. Most Budaörsre is ellátogattak a fiatalok nagy örömére. Az esti záró nagykoncertekre már zsúfolásig megtelt a színpad előtti tér. A magashegyi underground koncertjére már igazi fesztivál hangulat alakult ki. A lakótelepi közösségi ház vezetője Pintér Krisztina van itt a stúdióban. Kezdjük, jó estét kívánok! Hát azért hívtuk, hogy a lakótelepi közösségi ház programjairól kérdezzük. El is kezdtük itt a beszélgetést az előbbi filmbejátszás alatt, és amikor először mondta, hogy van nálunk nyers étel program, akkor először azt hittem, hogy én hallom rosszul, és aztán kértem, hogy betűzze le, és valóban nyers étel program. És aztán elmagyarázta, hogy mi ez, úgyhogy tegyem meg most még egyszer, kérem szépen. Mi az a nyers étel program? Hát a nyersít az tulajdonképpen abból áll, hogy olyan ételeket eszünk, ami nincs feldolgozva. Nyersen, tehát minden nyersen,
cukor nélkül és mindenféle feldolgozott hozzávalók nélkül. Például egy cukkini spagetti. Azt csináltunk valamelyik hónapba, mert hogy Lénárd Gitta szokta vezetni ezeket a programokat. Ő neki már nagyon sok könyve megjelent, Budapesten is nagyon elismert és szakember. Azért jók ezek a nyers ételek, mert hogy nem kell főzni, és a férfiak is meg tudják könnyen tanulni? Igen, azért is. Meg hát egészségesek, nagyon egészségesek, és nagyon finomak. És miből lehet főzni? Mert én buta szakácsként zöldség, azt mondom, hogy csak gyümölcs. Zöldség, saláta, gyümölcs ilyenek. Gyümölcs is, zöldség is, meg hát turmixolunk például. Kolbászt nem lehet beletenni, ugye? Hát az már jelenleg feldolgozott. Hát turmixnak csak egy példát mondok, ott tanultam egy nagyon finom turmixot. Két narancs, egy banán és víz, és ennyi. Tehát nincs benne se tej, semmi, de nagyon finom tud lenni. És akkor ez úgy működik, hogy valaki mutatja kint egy asztalon, és mint a technika órán a gyerekek, akkor a résztvevők csinálják a saját kis asztaluknál? Nem, a Gitta mutatja, csinálja, közben beszél, magyaráz, és utána mindenki megkóstolja. Uh-huh. És nagyon, nagyon szokott ízleni a látogatóinknak. Hát ez is egy érdekes program, meg az is, ami most indul majd május 10-én. Stílus tanácsadás, gardróbrendezés. Én a gardróbrendezést azt megmondom, hogy szoktam csinálni. Előveszem a ruhákat, és amit az elmúlt egy évben nem vettem föl, azt jól kidobom. Na ez a gardróbrendezés, de nyilván ezt lehet tudományosabban is csinálni, persze. Nem? Persze. Igazából ez nőnapon indult. Akkor volt egy ilyen stílus tanácsadás, ami annyira sikeresre sikerült, hogy a látogatóink kérték, hogy legyen még. Tehát ez tulajdonképpen mindenkinek egyénileg megmutatja, hogy mi az, ami jól áll neki, átbeszélik, esetleg elhoz pár ruhát megnéz. Tehát ezt most én még nem nagyon tudok erről mit mondani, mert ez egy teljesen újdonság, de hát ilyesmi lesz, tehát egy ilyen kicsit olyan, mint az átváltoztatjuk szalon. Uh-huh. A belépés egyébként ingyenes. Ingyenes, igen. Azért is érdekes, mert ugye engem a nézők öltönyben, nyakkendőben ismernek, és amikor néha megyek a városba, vagy valakivel találkozok, hát meg se ismertem magát nyakkendő nélkül, pedig én farmeres, meg pólós vagyok. Lehet, hogy az én stílusom, az én stílusom. Egy ilyen rendezvény talán megmondja, nem? Na, hát ha bejön esetleg hozzánk megnézni. Általában ők a látogatóink, és hát ide is hölgyeket várunk, de hát ha férfiak is jönnek. Május 10-én szerdán lesz 17 órakor. És amit még én szeretnék kiemelni, aztán hagyom, hogy természetesen ön is kiemeljen egy pár programot, ez pedig a Varró Klub. Hosszú évekig én egy gombot sem tudok igazából felvarni, pedig tudom, hogy ezt legalább kellene tudnom, sajnos nem tudok. És nagyon sokáig, hosszú ideig kellett varrónőt keresni, ha csak egy nadrágot kell felhajtani, ha egy gombot felvarni, mert én ezt nem tudtam megcsinálni. Most már sok ilyen vállalkozás van. De a Varró Klub az nyilván ennél sokkal több mindenről szól, mert hogy egy régi nadrágból sok mindent lehet csinálni, vagy egy régi inkből, egy pólóból, pontosan. És ilyen kis dolgokat tanítanak meg és ajánlanak? Így van, pontosan így van. Hogy ebből tanítás is lesz, azt még nem tudom, mert ez is egy újdonság. Volt nekünk régen Varró Klubunk, aztán az megszűnt, most ezt szeretnénk újraindítani, és kiemelném azt, hogy mennyire fontosak a klub foglalkozások. Tehát igazából ezt is azért hoztam ide-vissza, mert látom, hogy amik már megvannak klubok, tehát van most 4 működő klubunk, de olyan jó hangulat van, uh-huh. És annyira látom, hogy szükség van, és hát közösségi ház vagyunk, ez mégiscsak a klubok egy közösség formáló dolog, úgyhogy ezért találtam ki, meg még ami újdonság lesz, az a homeopátia klub, 2 doktornő vezeti, az is most májusban lesz először. És hát aztán majd szeretnénk szeptembertől. Na, a homeopátia az például hogy lehet klub? Mert ezt ember elképzel, hogy nyilván van egy előadás, egy doktor elmondja a magáét, mi meghallgatjuk, aztán utána maximum kérdéseket teszünk fel. 2 doktornő jár hozzánk, a Fila Emilia és a Tóth Ildikó, és hát általában előadás szokott lenni, de olyan sok a kérdés, hogy aztán ezt most így átminősítettük klubba, és ez is ingyenes, hát legyen klub, és olyan, tényleg ezek is ilyen jó hangulatú programok szoktak lenni. Amit még mondott a beszélgetés előtt, hogy van balett tanfolyam, balettklub, balettfoglalkozás? Ez foglalkozás. Ez számomra azért döbbenet, mert nyilván kislányokat beiratnak balettra. Lehet, hogy néhányan szeretik is, de a többség azt mondja, Hát olyan nagy lányok, akik lemaradtak kislánykorukból a balettről, elsősorban őrájuk gondoltunk, ez egyébként nagy divat lett most így a felnőtt balett,
nagyon sok helyen indítanak, Budaörsön még nem volt, csak nálunk van először, viszont tehát az időpont az elég lehetetlen, tudom sokaknak, mert csütörtökön van 13:30. Délután. Igen, igen, de nem volt helyünk se más, és hát a programvezetőjének se volt más időpontja, úgyhogy most ezt így elkezdtük, hát ez ilyen kis családias, mert nincsenek pont ezért sokan, tehát így ilyen 4-5 ember jár, de hát remélem, hogy megmarad, és akkor ősztől folytatjuk. És mindenkit bíztatok, hogy nézze meg. 16 éves a legkisebb, a legfiatalabb, és hát olyan 60 körül van a legidősebb. Igazából úgy hirdettük, hogy 70 éves korig, tehát nincs korosztályhoz kötve. És nem szégyenlősek a hölgyek? Nem mondják azt, hogy én azért nem jön. Leülni se tudok, nem hogy a lábamat felemelni? Szégyenlősek. Aki eljött, az viszont ott ragad, mert tetszik nekik. Eljönni szégyelnek így első alkalommal, mert pedig nem kell, mert tényleg mindenki annyit csinál nyilván, amennyi megy neki, mint ahogy más mozgásprogramokban is. Tehát nincs semmi. Amit különlegességnek tartok, még az nem egy program, hanem az, hogy használt izzókat gyűjtenek. Igen. Méghozzá bejáratnál van elhelyezve egy doboz, és ha minden igaz, akkor Budaörsön nincs is más olyan hely, ahol ezt megtennék. Hát kivéve a nagyáruházakat, mert a nagyáruházakban az előírás, elméletileg ott össze kellene gyűjteni. Igen. Nem tudom, mert soha nem próbáltam még leadni. Igen. Én bevallom őszintén, sokáig kidobtam a kukába, aztán olvastam egy újságcikket, hogyha főleg egy új típusú energiatakarékos izzót összetörünk, vagy az összetörik például a kukába, akkor annyi mérgező anyag kerül a levegőbe, ami egy gyereknek vagy egy terhes nőnek már kifejezetten káros. Na itt az ember azért elgondolkodik. Na, ezért igen. Jó ide leadni. Ezt nagyon jó, hogy elmondta, mert én is fontosnak tartom, hogy ne a kukába kerüljön így az izzók, meg az elhasznált fénycsövek. Nálunk is például rengeteg izzó fogy, olyan sokat, és hát ugye régen hát kidobták a kukába a kollégák. És akkor ezt akartam, hogy ne a kukába menjen, mert én magam is szelektíven gyűjtöm a szemetet. Régen ide vittem le a hozzánk legközelebb eső nagy áruházba, és innen eltűnt. És aztán fölhívtam azt a céget, aki az emlemeket is gyűjti nálunk, és mondták, hogy hát nekik van ilyen, de valóban azt mondja, Budaörsön nincsen másod. És mondom, hát lehet-e nálunk? Hát persze, szívesen hoznak, ürítik is, úgyhogy most már lehet hozzánk ilyet is hozni. Mert én szintén Budaörsi nagyáruházzal jártam, úgyhogy vettem egy új porszívót, és hát mit csinálják a régivel, nem akarom tartogatni, elméletileg át kell, hogy vegyék, mondták, hogy természetesen át is veszik, csak tessék autóval ott bemenni a kerítésen, és ott le is tudtam adni, kicsikét macerás volt, de meg tudtam tőle szabadulni. Hát lehet, hogy egy izzóval ezt nem csináltam volna végig, de hát akkor igen, el lett ide. És általában így vannak, hogy inkább akkor bedobják a kukába. Beszélgettünk programokról, beszélgettünk izzógyűjtésről, arról nem beszélgettünk, hogy a közösségi ház bővítésével, újjáépítésével mi a helyzet. Sokszor felmerült már ez, de hát egyelőre az önkormányzat költségvetésében ugye ez nem szerepel, a hitelfelvételben ez nem szerepel, tehát gondolom akkor önök úgy készülnek, hogy a jelenlegi feltételekkel dolgoznak, és a jövőben is dolgoznak majd. Így van. Aztán, hogy mi lesz, meglátjuk. Érdeklődés tekintetében van valami változás a közösségi házban? Hát egyre többen vannak, ezt el tudom mondani, és ennek nagyon örülök. Igyekszem tényleg olyan programokat hozni, amik hát mindenkit, tehát minél több embert érdekel, és figyelem az igényeket, meg is keresnek, hogy ez nem lehetne, az nem lehet, úgyhogy tényleg ez így jó így összedolgozni a látogatókkal. Régen a közösségi házban az volt a helyzet, hogy volt néhány ingyenes program, vagy kvázi kötelezően megszervezett program, és egyébként pedig arra volt kötelezve a közösségi ház, hogy fizetősöknek adják bérbe. Mindegy, hogy mire, csak pénz jöjjön. Most ezzel mi a helyzet? Hát ilyen is van. De van, vagy kell? Tehát rá van kényszerítve arra a közösségi ház, hogy legyen bevétele, mert különben nem tudja, hogy lesz számát kifizetni? Nyilván jó, de hát nem vagyunk nyereségorientáltak, tehát nem ez a lényeg. De hát persze jó, hogyha van, és elég magas, tehát elég magas bevételünk van, de mondom, nem ez a... De akkor az önkormányzat szempontjából nincsen elvárás, hogy 10 forintba kerül a működtetés, ebből adunk 6-ot, a másik 4-et tessék megtermelni? Nem nyereségorient, nem lehet egy művelődési intézmény nyereségorientált. Ha beszéljünk még egy picit az állandó programokról, sorolom, német társalgás. Igen. Ezt azoknak indították, akiknek mondjuk a gyereke német óvodába vagy német iskolába jár, és nem felnőtteknek, ez is délelőtt van, tehát egy ilyen felnőttek, idősebbeknek gondoltuk, úgy is indult, ez most már másfél éve megy.
Mert hogy ez is ingyenes egyébként, tehát ingyenes, igen. Tehát úgy indult, hogy szenioroknak, aztán oda is írtam zárjában, nem csak szenioroknak, nyilván mivel idősebbek járnak így a délelőtti időpont miatt. Ez péntekenként délelőtt van, és úgy kell elképzelni, mint egy nyelvóra, vagy inkább beszélgetnek egymással. Tehát kell már tudni németül, és ezt lehet gyakorolni. Igen, így van. Tehát egy ilyen szinten tartásnak nagyon jó. Na van egy olyan, hogy Kalocsai Hímzőklub, ami így nagyon érdekesen hangzik, de az ember belegondol, hogy van erre igény a budaörsi lakótelepen, hogy keddenként 15 órától egyébként egy ingyenes hímzőklubba elmenjenek? Egyik legjobb klubunk. Hát még Budapestről is járnak, a negyedik kerületből. Nagyon, és olyan jó hangulat van, nagyon szeretik az emberek, úgyhogy ennek is örülök. És akkor hoznak mintákat a szervezők, és akkor ott mindenkinek kell egy kicsit hímezni? Nem, hanem vannak terítők, és akkor azokat, tehát már ilyen előnyomott terítők, de most például szatyrot csináltunk, tehát vartak szatyrot, és akkor elő, tehát így előrajzoltuk, és most ennek megy éppen a hímzése. Uh-huh. És akkor mindenkinek lesz a végén mindenkinek lesz egy szatyra, így van. Akkor van olyan, hogy meridián torna, meg gyógyító torna jóga elemekkel, meg tai chi, meg hahota torna, meg hölgyek tornája hétfőnként. Tiszta tornaóra, hegyek. Hát szinte a legjobban mennek a mozgásórák a legtöbben. Hát amiről tudok beszélni, ugye leginkább a meridián torna, meg ez a gyógyító torna, mert azokat én vezetem. És hát ezek ingyenesek is, a tai chi is ingyenes, akkor még van ugye ez a hahota mozgás. Jóga is van, gerinc jóga is van. Igen. Ezek teltházzal mennek. De ezek már nem ingyenesek, ugye? Ezek nem, a jógák nem. Van olyan, hogy musical, jazz, tánc, tini lányoknak. Gondolom a tini lányok ez iránt érdeklődnek, persze, de elismernek menni? Persze. Ez is most már 2 éve megy, és ez állandósult. Asztrológia te a klub? Igen, az megint csak egy klub, és megint egy nagyon jó hangulatú, nagyon helyesek. Mit beszélnek meg, hogy vannak-e marslakók? Nem tudom. Hogy mennyire tágul a világ? Nem tudom, hát ilyen havi, az mindig minden hónap első péntekén van, és akkor hát a havi huboldálás, meg ilyenek. Uh-huh. Hát sokszínű a program. Van a közösségi háznak honlapja, hogyha valaki érdeklődik a programok iránt? A Jókainak van egy olyan főcím, hogy közösségi ház, a Jókai oldala. Az immk.eu, ugye? Tehát igen, nem .hu, és nem .com, nem .eu. Már hú is, azt nem tudom, igen. És hát Facebook oldalunk van, ami 2 is, ami napra kész, és ahol mindig lehet látni az aktuális programokat. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzá. Én is köszönöm az érdeklődést. Ezzel értünk a mai Városi Magazin végére. Most a Budaörs Handball Alba Fehérvár KC női bajnoki kézilabda mérkőzést láthatják, de még előtte tekintsék meg a következő pár napban választható szabadidős programokat. A reformáció 500. évfordulója tiszteletére tart előadást dr. Bicskei István irodalomtörténész a Magyar Történelmi Szalon meghívására szerdán este 6 órától a Jókai Mór Művelődési Központban. Stílus tanácsadással egybekötött gardrób rendezési tippekkel várja az érdeklődőket a lakótelepi közösségi ház szerdán délután 5 órára. A belépés ingyenes, további információt a 703-004-es telefonszámon kaphatnak. És végül, de nem utolsó sorban, a Latinovics Színház szellemidézés sorozata Gábor Miklós színművésszel foglalkozik legközelebb, szerdán este 6 órától az Adler Kávéházban. Telefonszámunk 611-522, e-mail címünk bvtv@bvtv.hu, honlapunk címe pedig az, hogy bvtv.hu. Ezen láthatják a műsorainkat, ha valamelyikről lemaradtak. Én köszönöm, hogy ma is a Városi Magazinnal indították a hetet, találkozunk szerdán, viszontlátásra!